Még ma, pedig már 2022-t írunk, még mindig mosolyogva és elérzékenyülve tekint vissza az időben Vendel, amikor elbiciklizik itt a vasútállomás mögött, és oda néz az útról arra a régi rogyadozó kocsiműhelyre, ami valahol ott található a dzsindzsás mögött, nagyjából azon a környéken. Most is szépen ketyereg legalább egy vagy két mozdony, de talán nem zavarják meg ezt a kis előadást egy-két mozdonyfüttyel. Tehát 40 évvel ezelőtt, a 80-as évek elején még ő is ott állt alkalmazásban, de csak egy rövid ideig, amíg úgy nem döntött, hogy kiszínezi az unatkozó melósok munkaóráit. Hát azokban az időkben videómagnó az még a kapitalista nyugaton is csak mutatóban fordult elő, viszont teljes mértékben ismeretlen dolog volt a kommunista országokban, így természetesen nálunk is. Magával a szóval sem tudtak mit kezdeni a népköztársaság tagjai. A horvátoknál, vagyis a jugoknál, mert akkor még Jugoszláviának hívtuk déli szomszédunkat, az egész szocializmus a vele járó korlátokkal együtt inkább csak névlegesen működött. Sokkal lazábban fogta őket a kormány, és sokkal könnyebben hozzá tudtak jutni olyan dolgokhoz, amelyekről mi a legtöbb esetben azt sem tudtuk, hogy egyáltalán léteznek. És mivel ez a vasútállomás határátkelőként is működött, rengeteg jugó finánc, rendőr és vasutas szokott az állomás restéjében tobzódni esténként. Rendszeresen hoztak át közben italokat, és néha extraként egy-egy fekete-fehér pornóújságot. Vendel pedig tovább gondolta a dolgot, és az egyik esti sörözés alkalmával megbeszélte Zlatkóval, a mozdonyvezetővel, a horvát mozdonyvezetővel, hogy hozzon pornófilmet, mert itt a legtöbben el sem tudják képzelni, hogy létezhet ilyesmi mozgóképpen. Hát az Látkó persze azonnal rábólintott, és másnap beállított hozzájuk a műhelybe a tekercsekkel, a Vendelékhez. Na de most akkor mi legyen? A műsoranyag ugyan megvan, de valahonnan egy masinát kéne szerezni, amivel levetíthetik a 8 mm-es filmet. Mert ahogy mondtam, akkor még csak ezen a módon tudták itt beszerezni, hát a videó az meg, ugye mondtam, a kapitalistáknál is csak a leggazdagabbaknál fordult elő. Na aztán az egyik segítőkész munkásnak bevillant, hogy a Rafinak, tehát a helyi papnak van vetítőgépe. Azonnal felkapták az egyik alkalmazott nagyméretű bőrtáskáját, kipakolták belőle az újságpapírba csomagolt hagymászsíros kenyeret és a fröccsös üveget, biciklikormányra akasztották, nyerekbe pattantak és indulás megszerezni a vetítőgépet. Hát, atyám, hogyha nem probléma, mondta neki Vendel. Most azonnal. Igen, igen, rendkívül értékes és érdekes bibliai anyagot tartalmaz, és majd szétvet minket a kíváncsiság. Jaj, nagyon jó fiam, örvendezett a pap, én is levetíthetném a nagymisén. Hát, az az igazság, hogy német nyelvű, de már dolgozunk a fordításán, próbálta menteni a helyzetet Vendel, miközben érezte, hogy már a hátán folyik a víz, de azért végül sikerült neki elkérni a vetítőt. Na innentől már nem telt bele 20 perc, és be volt állítva a gép. Az ajtóval szemben félrehúzták a satupadot, szerszámos szekrényeket, és gyönyörűen letakarították a port és pókhálót a fehérre meszelt falról. Na hát ekkor derült ki, hogy még soha senki nem fűzött be még hasonló filmet sem sehova. De azért megoldotta Vendel. Sokat szenvedett a rengeteg istenverte kanyarral és görgővel, feltekerte, letépte, újra fűzte, feltekerte, de végül elindult. Aztán két lópokroccal gyorsan besötétítették a helyiséget, és indult a mozi. Hát a sok műhibának köszönhetően nem maradt a másfél órás anyagból 15 percnél több. Negyed óra kőkemény pornó. Az eredetileg 4 aktust tartalmazó filmből elveszett minden előjáték és átvezető történés, de legalább megmentődött mind a 4 finálé, az azokat megelőző néhány perc aktív cselekménnyel. Na, hát aznap délelőtt senki nem dolgozott. Újra és újra megnézték a rövid filmet, és közben felváltva jártak a WC-re, vagy maszturbálni, vagy csak törölgetni a farkukat. Óriási hatással volt rájuk a szerelmeskedés látványa, főleg az éles kontraszt miatt, amit a néger férfi és a fehér nő párosa okozott, hozzá kell tenni. Sokan közülük csak akkor láttak pinát, ha fellökte az öreg anyjukat az udvaron a disznó. Így nem volt nehéz hatalmas népszerűségre szert tennie Vendelnek. Órákon belül akkora közimádatnak örvendett, hogy akár választást is nyerhetett volna. Egyszerűen nem tudtak betelni a vasutasok az élménnyel. Az egymást váltó 4 csoportba osztott kocsilakatos közül senki nem csinált semmi hasznosat, csak moziztak egyfolytában. Persze bárkit beengedtek, és azt is tényleg csak poénból írták ki az ajtóra, hogy belépés csak munkás ruhában. És ez napokig így ment,
míg valaki meg nem súgta Pirikének, a diszpécsernőnek, hogy talán közel lehet a vasúti káoszhoz, annak a hangzavarnak, ami szinte folyamatosan szűrődik kifelé a kocsiműhelyből, ugyanis az élvezkedő melósok úgy szurkoltak a vetített produkció alatt, hogy a fradi B-közép kemény magja az tényleg csak tanulhatod volna tőlük. Nem számított, hogy milyen sokszor ment már le, imádták nézni, ahogy a néger faszi cuccolja a nagy szőrös muffot. Közben meg egyfolytában hangoskodtak, hogy micsoda bozott, bázd meg, ordította szinte önkívületben az egyik. Ebben két kismacska elveszne, kiabálta a másik. Dzsungelarcos vagyok, bébi, harsogta a harmadik. Vendel pedig, közben, hogy fokozza a hatást, beszerzett egy vízipisztolyt, és a besötített nézőtéren a néger minden elélvezésével egy időben az arcokba lövöldözött el jó fröcskölősen. Aztán egyszer csak nyílt az ajtó, és ott állt egy gestapó tiszt szigorával Pirike. Na, egy pillanat alatt váltott át az arcán a szigor rémülettel vegyes döbbenetté a nemi izgalom nagyon halvány mutatójával. A falon egy több négyzetméteres pina, kénedvektől összecsomósodott szörzettel, leginkább egy korongecsethez hasonlított abban a pillanatban, és épp akkor vándorolt át belőle a hitpillér méretű fallosz a nő arcához, hogy ráüríthesse magját az utolsó cseppig. Hát ott és akkor a falon konkrétan nagyobb volt, mint mellette a sarokba támasztott szívlapát. Az egyik rendkívül kíváncsi munkás még fel is ugrott a székéből, kezében egy colstokkal, egy ilyen régi módi mérőszalaggal, ezzel az összehajtogatható fa mérőszalaggal, amit csak colstoknak neveztünk annak idején, és ezzel gyorsan megmérte a hosszát. Vendel pedig talán csak annak a néhány elfogyasztott konyaknak és pálinkának a hatásától, egy hirtelen gondolattól vezérelve, Pirikét sem kímélte. Amint elspriccelte magát a gyapott szedő afrofazon, ő is alaposan képe lövöldözte vízipisztolyával a kolléginát. Na hát másnap, Pirike agresszív követelőzésének elegettéve, Vendelt a szőnyek szélére invitálta a vezetőség. Egy órán belül fegyelmivel és néhány értékesebb műszaki cikkel, amiket a műhelyből mentett meg a gyors leszerelés, közben távozott a MÁV kötelékéből. Hát nem értette, hogy miért nem állt ki senki mellette, hiszen Pirike kivételével mindenki a vendége volt azokban a napokban. Az állomásfőnöktől a bakterig, a takarítónőtől a konyhásig, a kocsirendezőtől a fűtőig. Sokan közülük talán akkor voltak életükben először és utoljára moziban. Még a nős vasutasok feleségei is hálásak lehettek volna. Hát ami azt illeti, voltak is neki, hiszen a filmnézős időszakban olyan megvadult természettel jártak haza a férjek, amihez képest annó a nász éjszakájukon csak impotens balfaszok voltak. Mégsem kelt a védelmére senki. Mindegy, nem érdekes, így is boldogsággal töltött el Vendelt a tudat, hogy sok embertársának szerzett kellemes órákat, még a falu filmszínházának látogatottságát is felülmúlta a műhely mozi. Hát ott akkor szépen leáldozott Vendel csillaga a vasútnál.